Sok szeretettel köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, önök hírperceinket látják, tartsanak velünk ma is! Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnep, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére, aki egyben a Magyar Katolikus Egyház egyik fővédő szentje is. Számunkra különösen fontos nap, hiszen ő a Répce-laki katolikus templom névadója és a település védőszentje. Ünnep és tiszteletadás. Erre hívta a művelődési ház aznap délután a város lakóit. Az összegyűlteket Boros András, az intézmény vezetője köszöntötte, majd ünnepi beszédet tartott Horváth Péter önkormányzati képviselő, aki Szent István szellemiségét felidézve kiemelte, szeressük hazánkat és városunkat, jövőjét pedig salamoni bölcsességgel igyekezzünk elősegíteni. A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. Ezeken a napokon az ország népe felülemelkedik minden problémáján, nehézségén, az esetleges nézeteltéréseken, és tisztelve az ünnepet és hazáját, egy irányba néz, és egy irányba emeli lelkét. Ilyen szépen hangzik, nem igaz? A képviselő hozzátette, bízik benne, hogy igen, és előrelátó, megfontolt, határozott, felelős döntéseket kívánt a város jövőjét meghatározó személyeknek és testületeknek. Az új kenyeret megáldotta Baranyai Bence evangélikus lelkész és megszentelte Szakár Szilárd katolikus plébános. Ezt követően a Táplán Szent Kereszti Ifjúsági Fúvózenekar koncertjére került sor, akik nem először léptek a répce-laki publikum elé. Koncertjük első alkalommal is óriási siker volt városunkban, ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak rájuk, és a siker most sem maradt el. Hétfőn újabb 90 esztendős lakóját köszöntötte Répce-lak. Sós Ferenc 1933. augusztus 21-én látta meg a napvilágot. Feri bácsi Kapuváron született nagy családban, hatan voltak testvérek. Szülei dolgos, földet művelő, két kezükkel mindent előteremtő emberek voltak, akik csíren éltek és nevelték gyerekeiket. Édesapjukat korán elveszítették, édesanyjuk egymaga vállalta a család fenntartás minden feladatát. Három leánytestvére Budapesten alapított családot, egyik fivére Aszódra nősült, a két legfiatalabb fiú maradt a szűk pátriában és idehaza építette fel életét. Feri bácsi gyermekkorát meghatározta, hogy az iskola mellett kicsikorától fogva dolgoznia kellett. Elemi iskolába a szomszédos Cáford János fára járt, mellette pedig a Cséren fekvő földjeiken is helyt állt. Emellett uradalmaknál napszámosként is sokat segített. A földművelés mellett az állatok gondozásából is kivette részét. Katona éveit Veszprémben töltötte. 1958. júniusában kötötte össze életét a répce-laki Horváth Anna Karolinával. Közös életük Répce-lakon indult a lányos háznál, majd később önálló életet kezdtek Petőfi Sándor utcai házukban. Feri bácsi lovas kocsisként tette feladatait a helyi állami gazdaságban, majd a TS alkalmazásába került, ahol állatgondozó, majd kocsis kísérő lett. Időközben otthon is kisebb gazdaságot hozott létre, ahol a földművelés és az állattenyésztés jól megfért egymással. Lovakat, teheneket, disznókat tartott, és megtermelte mindazt, ami az állatoknak kellett, biztosította családja megélhetését. A faluban sokaknak segített, ha bármit fuvarozni kellett, szántani, vetni, boronálni, őt kérték. Köztiszteletben álló ember a mai napig. 2011-ben veszítette el feleségét, de nem maradt egyedül, családja szerető gondoskodással veszi körül. Feleségével három gyereket neveltek fel. Megtanították nekik a munka szeretetét, és megteremtették számukra a továbbtanulás lehetőségét. Diplomát, szakmát adtak két lányuknak és fiúknak. Hét unokája és egy dédunokája örül a papa a dédi hosszú életének, melyben most is aktívan éli mindennapjait.
Korához, erejéhez mérten tevékenykedik a ház körül a kiskertben, de olyan is van, hogy felül fia mellé a traktorra is kimennek megnézni a határt. Feri bácsi nagynapján az önkormányzat delegációja is tiszteletét tette nála, Szabó József polgármester, dr. Kis Julianna jegyző és Finta Brigitta szociális ügyintéző látogatott el hozzá. A polgármester köszöntő szavait követően az ünnepelt családja megköszönte a városvezetés látogatását. Ezután multidéző beszélgetés, pezsgő és sütemény következett. Majd elkészítettük a spontán fotózáson túli csoportos fényképeket is, melyeket a megyei napilap rendelkezésére bocsátottunk. Isten éltesse Feri bácsit jó egészségben! Csütörtök délután köszöntötte fel a Répcelakért Egyesület delegációja a 2023-as esztendő első répcelaki újszülöttjét. Németh Odett január 31-én Szombathelyen látta meg a napvilágot Németh Csilla és Németh Zsolt gyermekeként. A fiatal pár elmondta, 2018-ban költöztek Répcelakra. Különböző rendezvények kapcsán előtte is jártak már itt, és megtetszett nekik a település. Azt is elárulták, hogy elsősorban a bölcsődei és óvodai ellátás miatt választották városunkat lakóhelyül. Jelenleg az Arany János utcai társasházak egyikében élnek, de céljuk, hogy a közeljövőben családi házba költözhessenek. Szerencsénk van, Odettel mondják. Nagyon jó baba, egy hónapos kora óta végig alussza az éjszakákat. Kiegyensúlyozott gyerek, és így mi is azok vagyunk, teszik hozzá. És valóban, a kislány élénk, érdeklődő és nagyon kedves. Nyitottan fordult az őt felköszöntők felé, nyoma sem volt félelemnek rajta. Még azt is nyugodtan tűrte, sőt élvezte, hogy kézről kézre járt a látogatók között. Kívánunk sok örömöt és boldogságot az egész családnak! Augusztus 19-én szombaton került megrendezésre a 16. Répce Horgász Kupa Bükön a helyi egyesület szervezésében. A nagy hagyományokkal rendelkező versenyen, mint mindig, ezúttal is három egyesület mérte össze tudását, a Büki, a Csepregi és a Répcelaki. A végén a Répcelakiak körülhettek, a zsinórban elért harmadik sikerükkel végleg hazavihették a vándor serleget. A csapat tagjai Kádi Attila, Ágoston Zoltán, Töreki Zoltán, Linter Hunor és Bata Gábor voltak, ezen kívül Linter Hunor az egyéni versenyben második helyezett lett. A Répcelakiak a rendezéshez is hozzájárultak, a reggelit Szalai György és Kis Zoltán készítette el a csapatok számára. A horgászok ezen a hétvégén sem fognak unatkozni, vasárnap rendezik meg a hagyományos gyermekhorgászversenyt a Lakitavon. Egy sportcsapat életében nem ritka dolog, hogy két szezon között megkezdődik a játékos jövésmenés. Nem volt kivétel ezzel a Répcelaki szuperligás teke csapat sem. Kuslics Gergely Balogunyomba tette át a székhelyét, Horváth Zoltán pedig Zalaegerszegre távozott. Három érkezőről is be tudunk számolni, a György Szolt TC csapatából jött a válogatott Danóczi Richárd és Somodi Károly, valamint Bója Tamás az MVM Gáz eséből. A Győrből érkezőknek a szuperliga légköre színvonala természetesen már nem volt ismeretlen. Somodi Károly a tavalyi egyik nagy riválistól érkezett, de több csapatban is megfordult már pályafutása során. Előtte 13 évet játszottam Szolnokon, 2 évet Győrbe, 1 évet Szentgotthárdon, és hát bízok benne, sokkal jobb szezonjaim lesznek, mint ami eddig volt, és ezen dolgozunk jelenleg is. Bár még nem sok időt töltött Répcelakon, már otthonosan érzi magát, mert nem jött ismeretlen közegbe. A csapatból 3 játékossal is korábban is játszottam már egy klubban, és akkor gyakorlatilag mindenkit ismerek. Bója Tamás, aki az NB1 keleti csoportjából érkezett csapatunkhoz, körülbelül 12 éve űzi ezt a sportot. Igazából tavaly februárban volt az, hogy megkeresett a Zsolti azzal kapcsolatban, hogy mik az elképzeléseim a jövőt illetően a tekével, és erre mondtam azt, hogy hát én szeretnék minél jobb lenni, erősödni, több fát gurítani, és esetleg még hasznosabb ember lenni a csapatban, mert igazából úgy éreztem, hogy talán többre vagyok hivatott.
Számára osztályugrást jelent a Szuperligában szerepelni, de azért nem teljesen ismeretlen a közeg, amiben érkezett. Nem volt annyira új, mert egyébként teljes mértékben követtem természetesen, mert elég fanatikus vagyok így a teke világában. Csapattársaimat jól ismertem, már korábbról is, főleg egy-két embert közülük. Az ellenfeleket kevésbé ismerem, de szerintem nem lesz probléma, meg a pályákat nem annyira ismerem, mert összesen talán két vagy három szuperligás pályán gurítottam. Azért a mi osztályunkban ott keleten nem feltétlenül ezek a minőségű pályák vannak, egy kicsit szenvedősebbek. De azért úgy vagyok vele, hogy én nagyon jól érzem magam, tehát nagyon befogadóak, nagyon jó fej mindenki velem, és szerintem nagyon jól fogunk tudni együtt dolgozni. Amikor a várakozásairól kérdeztük Tamást, nem volt szégyellős elmondani, hogy mit remél a csapattól. Ami erősítés most volt a nyáron, és nem feltétlenül magamra gondolok, mert én igazából még ez a formázható gyurma vagyok kb., de azért a Ricsinek meg a Karcsinak az érkezése, illetve az az állomány, aki itt maradt, ez szerintem brutálisan erős. Tehát, hogy itt azért eléggé föl kell kötnie a gatyáját egy Szegednek is, egy Zalaegerszegnek is, meg akár a Kaposvárnak, vagy bárkinek, aki ott ugye az első ötbe szokott benne lenni, mert szerintem ez a Répcelak idén ez nem ugyanaz, mint aki eddig volt. NBC-n is úgy gondolom, hogy nem vagyunk nagyra vágyóak, hogyha azt mondjuk, hogyha a négybe be szeretnénk kerülni, és szeretnénk ott lenni a top négybe az NBC-n, és szerintem a bajnokságban most már nem a tisztes helytállás a cél egy Zalaegerszeg meg egy Szeged ellen, hanem egyértelműen a győzelem, mert szerintem ez a csapat ez most nagyon sokra hivatott. Ilyen lendülettel és egészséges önbizalommal kell belevetniük magukat a munkába, és akkor várhatóan a remélt eredmények sem maradnak el. Az utóbbi hetekben sokszor foglalkoztunk a Répcelaki labdarúgás megreformálásának folyamatával, melyre a nyár folyamán egy új koncepció alapján került sor. Nem könnyű időszakon vagyunk túl. Amit azért el szeretnék mondani, hogy én azt sajnáltam, hogy sokan szurkoltak, hogy ne sikerüljön. Szerintem voltak olyanok, akik még talán tettek is ellene, de azt kell mondanom, hogy a Peca és az Ernő meg a Heni közbenjárásával és sok-sok munkájával sikerült a csapatot, meg nyilván ahogy jöttek a játékosok, úgy szerveződött magától is a csapat, hogy összeállt. Én abba bízok, meg én biztatom is itt a srácokat, hogy tartsanak ki. Nyilván az eredmények még nem jöttek, de gyakorlatilag egy másfél hónapos lemaradásban vagyunk így a többi csapatokhoz képest. Szóval én azt szeretném kérni, aki szeret itt Répcelaken a sportot, vagy a labdarúgást, hogy legyen türelmes, és minél többen jöjjünk ki, szurkoljunk, és töltsük meg a lelátót és a pálya körül a korlát mellett, és higgyék el, hogy fognak jönni az eredmények is. Fontos, hogy a srácok az előbb kért lakossági támogatás mellett maguk is jó közösséggé formálódjanak. Ennek érdekében csapatépítő programot szerveztek számukra. Az első forduló után van egy kis szünet a bajnokságban, így úgy döntött az edzők és a csapat, hogy egy ilyen kis összetartást és összekötött edzés volt előtte, és utána egy kis gulyás, egy kis beszélgetés, egy kis csapatépítés iktattunk be így erre a kis szünetre. Az összejövetelen a felnőtt játékosok mellett az U16-os és az U19-es csapat tagjai is részt vettek. Az elmúlt évek elhanyagolt utánpótlás nevelési koncepciója után ugyanis ezen a területen is komoly hiátus alakult ki, melyet orvosolni kellett. Többé-kevésbé sikerült, de nyilván ott is volt, aki elment Répcelakról, de sikerült a környező településekről fiatalokat igazolnunk. És mint a közösség oldalon sokan olvashatták, ugye edzőt és szakosztályvezetőt is keresünk folyamatosan. Szeretnénk ezt az utánpótlás nevelést egy teljesen normál keretek között, és de hogy erre tudjunk támaszkodni majd a következő időszakban, hogy innen tudjanak felnőtt csapatba kerülni a játékosok. A sportért felelős alelnök hozzátette, a sportegyesület vezetése elkötelezett a koncepció mellett, és remélik, hogy a jövőben egyre többen állnak majd az újra formálódó Répcelaki központú szemlélet mellé.
mindenki előtt nyitva van a kapu. Szerintem nagyon sok játékos megkerestünk, jó páran igent mondtak, jó páran hezitáltak, jó páran kivárnak, de én bízok be, hogy ez a koncepció ez működni fog, és bízok be, hogy további volt répcelaki játékosok is majd az elkövetkező időben csatlakoznak a csapathoz. Holnap a Gérce ellen láthatjuk először ebbe a szezonban hazai pályán csapatunkat. 15:30-tól az ifi, 17:30-tól pedig a felnőtt gárda számít a szurkolók támogatására. Idén harmadik alkalommal szervezték meg a tűzoltó tábort, melyen ezúttal 39 gyerek vett részt, akik közül legtöbben évek óta tagjai a szakkörnek, de voltak újoncok is. Túlnőttük a létszámot, amit eredetileg terveztünk. Vannak külsős, vannak visszajáró külsőseink, de viszont idén van több új kisgyerek is, aki először vesz részt a táborban. A gyerekek minden reggel 8 és 9 óra között érkeztek meg a tűzoltó laktanyába, ahol naponta más-más érdekes és tartalmas programban volt részük. Hát hétfőn átnéztük a tűzoltóautót, elsősegély oktatásban is részesültek az újraélesztést is, megnézhették, kipróbálhatták. Egész ügyesek voltak, érdeklődőek voltak nagyon. A tegnapi nap folyamán pedig ebből is voltak kérdések, valamint ügyességi feladatok, gondolkodtatós feladatok a tűzoltósággal kapcsolatban. Akadályverseny itt a város, hát ilyen közelebbi pontján a főtérig mentünk. A nagyobbak voltak csapatkapitányok, és ők vezették őket. Marsics Kornélt egészen kiskora óta elbűveli a tűzoltók munkája, pár éve pedig aktívan is részt vesz benne. Idén már tapasztalt, rutinos táborozóként vigyázott a kisebbekre, akikkel jól kijött. Sok új embert meg lehet ismerni, jó közösség. Mi most segítők vagyunk, úgyhogy mi inkább vigyázunk rájuk, meg nem tudom, kikísérjük őket, de amúgy ők se olyan rendbontók. A program fontos része volt a szombati répcementi tűzoltó kupára való felkészülés, melyen csapatokra osztva fognak versenyezni a felnőttek mellett ők is. A hagyományos, immár 15. alkalommal megrendezett versenynek ebben az évben Nick ad otthont július 26-án szombaton délután. Mai műsorunk véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekért, információkért kövessenek ezután is minket, figyeljék a Képújságot és a Répce TV Facebook oldalát. Találkozunk legközelebb is, viszontlátásra! Szerencsére ebben az évben is sokan vannak, akik megtisztelnek bizalmukkal és támogatásukkal minket. Köszönjük alapítónknak, Répce-Lakváros önkormányzatának és személy szerint Szabó József polgármesternek a töretlen bizalmat. Hálásak vagyunk Csorbáné Farkas Teréziának, hogy a Szabeki Divat mindig rendelkezésünkre bocsátja a felvételekhez szükséges öltözékeket és ékszereket. Köszönjük Kovács Erikának, hogy az Erika Virág Ajándék Kft. Biztosítja számunkra a stúdió dekorációját. Vargánék Levik Hajnalka a Bindvíd Szépség Stúdióban hosszú évek óta készíti a bemondó frizurát, köszönet érte. Szintén köszönjük a Cell Kábel, a Celldömölki Kábel Televízió mindennemű segítségét működésünkhöz. Hálásak vagyunk a Savencia ZRT nagy lelkű támogatásáért. Köszönettel tartozunk az Abért Autó Kft. Partneri együttműködéséért. Szívből köszönjük a Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Renovo Üzlet, a Prima Optika és a VIS Trans Kft. Hosszú évek óta tartó segítségét. Nagyon szépen köszönjük Kis János és Kis Dávid egyéni gazdálkodók régóta tartó támogatását. Nagy öröm számunkra a Horváth Westbau Kft. És a lakomaétterem bizalma is, köszönet érte. Hálásak vagyunk legnagyobb hirdetőink, a Rába Patyítetőbolt üzlet, a Resti Pizza, a Sárvári Szőnyegcentrum és Matracház, az Emmer Ablak, valamint Molnár Erik és Szabó Norbert vállalkozók bizalmáért.
köszönet a CRS Group Kft.-nek a dekoratív és kényelmes munkaruházatunkért. Öröm számunkra új hirdetőink, az Ínyenc Húsbolt és a Deák Tető bizalma is. Köszönjük!